Szenzációs. Szerintem nem csak tudom, hogy szenzációs, hanem humánus. Hát az, hogy 65 év után ingyen van. Az élet számtalan területén nagyon-nagyon fontos. Hát mondok egyet. Ez a gondosor a kezemen van, bajba vagyok, megcsúsztam, tehetetlen vagyok, megnyomom, és 20 másodperc múlva a diszpécsen visszaszól nekem, és ha olyan baj van, hogy azonnal kell, azonnal küldi a mentőt, stb. Stb. Vagy ha nem olyan, akkor megnevezek mondjuk egy rokont, egy igazi jó barátot, aki segít. Ez csak az egyik, de lehet olyan is, hogy mit tudom én, balesetet szenvedek kocsival. Igen. Nem kell balesetet szenvedni, lerobban a kocsi. Éjjel kettőkor ott állsz az országúton, velünk is volt. Rosszul van valaki hirtelen. Igen. Hát ez életet ment ez az óra. Bizony. Hát, ami nekem nagyon tetszik ebbe a dologban, először is ugye életet ment. Másodszor én, hogy ezt megkapják a 65 év fölöttiek ingyen, felém ez azt sugározza, hogy fontosak az idősek. Minden idős ember arra buzdítunk, gondos óra. Köszönöm szépen. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Én azt gondolom, hogy majdnem mindent elmondott a Kolta házas pár a gondos óráról, de biztos, hogy lesznek kérdések. És ugye most Önöknél nagyon nagy a felelősség, mert most kicsit egy családias a hangulat, és én nagyon szeretném majd kérni Önöket, hogy a gondos óra hírnevét majd tessék elvinni, tessék átadni a szomszédoknak, a nagyszülőknek, dédszülőknek, bárkinek, aki esetleg úgy gondolja, hogy a gondos órára szüksége lehet. Mert hogy majd az előadás során ki fog derülni, hogy bizony a gondos órára nagyon nagy szükség van. Mert az egyik legfőbb tulajdonsága az, hogy biztonságban érezheti az ember, de erről majd többet dr. Juhász Roland fog mondani, aki a Kormányzati Szolgáltató Központ ügyvezető igazgatója, államtitkár úr, aki az előadást fogja tartani. Köszönöm szépen! De mielőtt az előadásra rátérnék, engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem Gyerkó Gábor polgármester urat, aki biztosította nekünk a helyszínt, és akkor polgármester úr, én most át is adom neked a mikrofont, de úgy látom, hogy ott is van egy mikrofon, és kérlek a köszöntő beszédet tartsd meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, bár nem is volna szükség mikrofonra, de ha már van, használjuk. Államtitkár úr is sok szeretettel köszöntöm itt Egervár településen, és hát én úgy tudom, hogy Egerváron már nagyon-nagyon sok helyen van gondos óra nagyon sokaknak, hogy lehet talán ez is az oka, hogy azt gondolták, hogy nekik már van, akkor ők már tudnak mindent, és hogy nem jönnek el erre a mai előadásra, de hát a televízión keresztül azért köszöntöm a tévénézőket is, biztos vagyok benne, hogy ott is azért sok új információ fog elhangozni feléjük. És hát miért is fontos ez a gondos óra, mint ahogyan a Korda házas pár is elmondta, hogy ez végre egy olyan szolgáltatás, ami ráadásul ingyenes, ami ott van mindenkinél, feltéve, hogy ezt az eszközt elteszi magával, fölteszi a kezére, nyakára, és használja az illető, mert legyen csak egy szőlőkapálásról szó a hegyen, és hogy nem teszem el, mert ne nyomja a zsebemet, de ha éppen ott történik valami, akkor bizony egy gombnyomás, és ott nincs az, hogy nincs térerő, hiszen ez a rendszer olyan frekvenciát használ, ami az egész országban mindenhol elérhető, úgyhogy ez azért is jó, mert végre egy biztos pontot nyújt az időseknek, és hát ami nagyon fontos, hogy ingyenes. Nincs havidíj, nincs rejtett költség, ami esetleg majd később jelentkezik, úgyhogy reméljük, hogy akinek eddig nem hozta meg a kedvét, bár láttam a mai újságban is oldalas hirdetés szól a gondos óráról, az talán most ez az előadás egy kicsit arra ösztönzi, hogy na, legyen egy ilyen eszköz, még ha nem is minden nap, de mondjuk, hogyha elmegy egyedül valahova, legalább akkor használja, már az segíthet, és
lehet, hogy sose kell használni. Viszont ha kellene, akkor meg, ha pont ott van, akkor segít. Úgyhogy reméljük, hogy sok új ismérvel tudunk majd innét távozni, úgyhogy jó tanulást, nagy szórakozást, és köszönjük még egyszer, hogy hozzánk is ellátogattak. Polgármesterünknek köszönjük szépen a köszöntőt. Egyébként Egerváron 262-65 év feletti honfitársuk él, és ebből már regisztráltak 69-en. Hát ez elég szép szám, de mint ahogy említettem önöknél, bizony most nagyon nagy felelősség van, mert ezt a 69-es számot egy kicsit fel kéne emelni, és én biztos vagyok benne, hogy önök ebben partnerek lesznek. Hadd kérdezzem meg, hogy esetleg már önök közül, akik itt vannak, van-e valakinek gondosórája? Nagyszerű! Kettő! Fantasztikus! Hárman! Hát ez egy nagy öröm számunkra. És hadd kérdezzem meg azt, hogy egyébként itt is van az óra? Igen. Mindenkinek itt van? Igen. És fel is van töltve? Fel. És volt, aki már egyébként regisztrált, illetve nem regisztrált, hanem már bejelentkezett a teszthívásra? Szerintem nem. Még nem. Akkor, drága hölgyem, az előadás után mit tetszik ahhoz szólni, hogyha nyilván, hogyha bele tetszik egyezni, akkor közösen felhívjuk a diszpécser szolgálatot, és akkor indítunk egy teszthívást. Nagyon szépen köszönöm, de akkor előtte engedjük meg, hogy a bővebb információt átadjon dr. Ivász Varnak. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és köszönet polgármester úrnak a lehetőségért, hogy itt lehetünk, meg én is köszöntöm a televízió nézőket, ahogy én is megkaptam az információt, hogy tényleg nagyon sokan nézik a helyi tévét, úgyhogy igyekszem minél több hasznos információt elmondani önöknek. Most azt hittem, hogy a Géza kollégám lenne gyorsan hátra telefonálni, hogy akkor a diszpécser központban figyeljék a hívásokat, de ez csak a vicc része, mert ezt el fogom mondani, hogy tényleg egy komoly szolgáltatásról van szó. Először is, amit fontos leszögezni, hogy 600 ezeret meghaladja már a gondosóra programban résztvevőknek a száma. Ugye ez a mérték már egy akkora mértéket jelent, hogy Európában szemben látható, tehát igazából Európán belül nincs olyan kezdeményezés, jóléti, idős gondozási szolgáltatásban, ahol egységes eszközzel, ingyenes szolgáltatásként az állam biztosít egy ilyen lehetőséget az időseknek. És ugye azt is mindig el szoktam mondani, hogy nagyon rövid idő alatt jutottunk el ehhez a magas felhasználói számhoz. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy ennek a programnak van létjogosultsága, és ugye azok a felhasználók, leendő felhasználók, akik már ismerkedtek a programmal, elégedettséggel és megnyugvással használják a készüléket, de nagyon fontos, amit a Géza kollégám mondott, hogy ez ki is kell, ki is lehet próbálni a gyakorlatban. Hát ugye ez a program alapvetően a jóléti szolgáltatások terén ad egy hatalmas előny. Ugye a programnak a legfontosabb célja az, hogy az idősek a saját otthonukba tudjanak maradni, és ezt minél tovább biztosítani lehessen a számukra. Ugye ebben a korosztályban már nagyon sokan azért egyedül élnek otthon, egyre több olyan probléma van, amivel nem biztos, hogy egyedül meg tudnak birkózni. Ugye ez a gondosóra, ez a készülék, egy ilyen kis őrangyal, egy védőangyal, ahogy polgármester is elmondta, tényleg Magyarország teljes területén velünk van, semmi más nem kell tennünk, mint megigényelni és hordani, feltölteni ezt a készüléket, és ez mindig segítséget és biztonságot jelent annak, aki használja, és ugye mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy egyben ugye a hozzátartozóinknak, a szeretteinknek is egy megnyugvás, hogy ugye nem kell, hogy is már kész közelben lenni, hogyha bármi történik, a diszpécser központ biztos, hogy segítséget fog nyújtani, és egyébként meg a hozzátartozókat, rokonokat értesíteni is fogja. A programban való részvétel nagyon egyszerű, ugye elhangzott, hogy semmiféle díjazás, semmiféle apróbetűs rész nincsen, mind maga az eszköz, ugye itt látszik az asztalon, de lesz majd egy szép nagy kép is róla, hogy milyen funkciói vannak, tehát mind maga a jelzőkészülék ingyenes, és a hozzátartozó úgynevezett diszpécser központ által nyújtott szolgáltatás is teljesen ingyen van, tehát nem kell számolni, hogy hány hívást indítunk el egy hónapban, vagy éppen egy napon, ez a szolgáltatás teljesen ingyenes a felhasználóknak. Azért azt szoktam hangsúlyozni, hogy ez azért ingyenes, mert Magyarország kormánya finanszírozza, tehát ugye azért azok az emberek, akik a diszpécser központban, meg egyáltalán a program működtetésében részt vesznek, ők azért ezt nem díjmentesen teszik, tehát tényleg egy nagyon komoly informatikai és személyi háttér van a
háttere van a programnak. Ugye ez a nagyon egyszerű feltételrendszer, 65 év fölött kell lenni, magyar állampolgárnak és magyarországi lakóhelyen kell rendelkezni. Ugye ezek azok a regisztrációs, én nem szoktam még feltételt sem mondani, tehát ugye ezek azok az adatok, amiket meg kell adni, és ugye azért kell ezt megadni, nagyon egyszerű az oka, nekünk ezt ellenőriznünk kell, hogy valóban ugye az, aki jogosult erre az ingyenes szolgáltatásra, az betöltötte a 65. életévét magyar állampolgársággal és magyarországi lakóhelyen rendelkezik. Ugye ezek az adatok a legegyszerűbben a személyigazolványban és a lakcímkártyában vannak, tehát a regisztrációhoz ehhez a dokumentumra lesz szükség. A programnak a részei nem nehéz már innentől kitalálni, ugye van maga a regisztráció, erről fog röviden beszélni, tényleg egy nagyon egyszerű és idősek számára, 65 év felettiek számára is könnyen kezelhető regisztrációs folyamatról van szó. Maga a jelzőkészülék, ugye, ami használható csuklóra téve, vagy éppen nyakba akasztva, de hölgyeknél gyakori, hogy a női táska rejti éppen a készüléket, az a legfontosabb talán, hogy most a azt, hogy hol hordjuk, azt mindenki saját maga dönti el. Van, aki a kezén nem érzi annyira kényelmesnek, ezért van ez a nyakba akasztás, vagy lehet övre akasztani. Az a lényeg, hogy kéz közelben legyen, hogy a készülék úgy lett kialakítva, hogy egyetlen egy gomb van rajta, tehát hogyha segítséget kell kérni, erre fogok is majd mondani konkrét példákat, akkor ugye ott azért egy váratlan helyzetben, most szándékosan nem mondom azt, hogy baleset, vagy valami legrosszabb élethelyzetben, amikor ugye komfortérzetünk nem jól szolgál, hogy olyan élethelyzetbe kerülünk, ahol problémát kell megoldani, ugye ott akkor azért nehéz még azzal is küzdeni, hogy a telefonunkat éppen fölhívni, megkeresni azt a számot, amit föl kell hívni, stb. Ugye ebben segít ez a kis okos készülék, hogy egyetlen egy gomb nem lehet eltéveszteni annak a megnyomásával, de mindenképp a diszpécser központ fog jelentkezni, ahonnan lehet segítséget nyújtani. Ugye a diszpécser központ ez a szolgáltatásnak a lelke, a közepe fogalmazunk így. Most már ennél a felhasználói létszámnál, tehát ugye 600 ezer fölött vagyunk, több mint 100 ember dolgozik a diszpécser központban, ugye 0-24-ben a nap minden órájában és percében elérhetőek. 100 ember dolgozik, ugye nem egyszerre, de váltásban, hogy ugye folyamatosan a bejövő hívásokat, erre is fogok mondani önöknek számot, tényleg hatalmas számokról beszélünk már, tudják fogadni. Milyen másik fogalom, amivel meg kell ismertetnünk, ez a kontakt személy, erre is ki fogok térni. Regisztráció, ugye ez, amit említettem, hogy ez a belépő, az első része, azon túl, hogy valaki tényleg eldönti magában ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy szükségem van egy olyan eszközre, ami baj esetén mindenképpen segítséget fog nekem nyújtani, és ugye elmúltam 65 éves, akkor semmi más nem kell tenni, www.gondosora.hu weboldalon minden információt megtalálnak a programmal kapcsolatosan, és ugyanezen az oldalon lehet a regisztrációt is elindítani, ez semmi más nem jelent, mint egy elektronikus űrlapot, ahol ki kell tölteni a személyigazolvány és a lakcímkártyában szereplő adatokat kell fölvinni. És ugye miért mondtam azt, hogy ez a regisztráció nagyon egyszerű? Azért, mert ugye nem csak a felhasználó az, aki regisztrálhat, nem biztos, hogy minden 65 év fölöttinek van otthon számítógépes ismerete, hanem bárki, mi úgy hívjuk, hogy egy segítő, ugye vasárnapi ebédnél az unokát meg kell kérni, hogy segítsen, vagy a fiút, vagy a lánygyereket, ők már ugye nagyon képben vannak ezekkel az eszközökkel, sőt ugye a okostelefonon keresztül is 5 perc alatt elvégezhető ez a mutatvány, fogalmazunk ki, semmi más nem kell, ugye ez a két dokumentum, amit említettem, tehát ugye a regisztráció megkönnyítése azt jelenti, hogy nem csak a felhasználó, hanem bárki más a felhasználó nevében, tehát ugye az ő adataival elvégzi a regisztrációt. De ha véletlenül éppen nincs kéznél egy ilyen számítógépes Jenny unoka, akkor ugye föl lehet hívni a mi ügyfélszolgálatunkat, az nem ugyanaz, mint a diszpécser központ, ugye nem 0-24-ben, ott egy nyitvatartási idő van, hétfőtől péntekig, itt van a telefonszám, egyébként minden prospektuson oldalon megtalálható ez a vezetékes telefonszám, ha ezt fölhívják, akkor telefonon keresztül a szükséges adatokat az én kollégáim fogják az ügyfélszolgálaton beírni a számítógépbe, szintén nem kell a regisztráció számítógép, telefonon keresztül végigvezetik önöket a regisztráció. Lehetőség van az oldalról kinyomtatni a regisztrációs lapot, papír alapon kitölteni, postára adni, az is működik, nyilván ez egy lassabb folyamat lesz, mint a digitális technikáknak az igénybevétele. Ugye, ahogy említettem, tényleg ezzel nem hiszem, hogy probléma van, erre szoktam viccesen azt mondani, hogy 600 ezer embernek már sikerült, tehát azért annyira nem lehet bonyolult, és nyilván igyekszünk is
minden lehetőséget megragadni, hogy ezt a legegyszerűbbé tegyük. Ugye a program működése, van egy digitális eszköz, jelzőkészülék, ugye ez a gondos óra, amin ugye egy gomb megnyomásával egy diszpécser központba fog beérkezni a vészhívás. Ahogy ez beérkezik, a diszpécser központ visszahívja ezt a készüléket, és ugyanúgy, mint egy mobiltelefon kihangosodik, és így lehet élő szóval beszélni, majd ugye a Géza ígéretét beváltja, akkor ezt ki is próbálhatjuk most itt majd az előadás után. Tehát élő szóval lehet beszélni a diszpécseren, elmondani, hogy mi az a probléma, amiben segítséget kérünk. És ide itt jön be a kontakt személynek a fogalma. Ugye ő az, aki egyébként is a mindennapi életünkben segítséget nyújt nekünk, alapesetben értelemszerűen a hozzátartozók, de ez lehet a szomszéd, barát, ismerős, akitől általában segítséget szoktunk kérni. Ugye ezeket a személyeket lehet a regisztráció során, és utána azt követően, ha megérkezett a gondosóra, akkor a gondosórán keresztül is, tehát a diszpécser központot fölhívva, a gondosórán keresztül is lehet további kontaktszemélyeket regisztrálni, és a kontaktszemélyeknek az adataiban bármilyen változást, bármilyen módosítást eszközölni. Jó? Ugye itt már azok a kategóriák vannak, hogy mik azok az élethelyzetek, mik azok az események, ahol segítséget lehet kérni a diszpécser központtól. Erre szoktam azt mondani, hogy sokkal könnyebb lenne nekem felsorolni azt, hogy miben nem lehet fordulni a diszpécser központhoz, tehát mik azok a témák. Most mondok egyet, hogy a lottószámokat biztosan nem fogják tudni megmondani, de megkérdezni lehet tőlük, de ebben nem fognak tudni sajnos segíteni. De minden más egyéb dologban, tehát tényleg nagyon színes a paletta, bármi, ami az adott felhasználónak a biztonságérzetét, a komfortérzetét, az élethelyzetében azt észleli, hogy segítségre van szükség. Mondok konkrét példát, most már ugye azért vége van a téli időszaknak, túl nagy tél nem volt, hála a Jóistennek, de azért volt olyan időszak, amikor tűzifával vagy fával bármivel fűteni kellett, konkrét megtörtént eset, idős néni kapott tűzifát, jó nagy rönköket szállítottak ki neki, és nem tudta fölvágni ezt a tűzifát, ugye nem volt segítsége a közelben, úgyhogy a gondos órán keresztül kért segítséget, diszpécser kikereste helyben a falugondokot, jelezte neki a problémát, és ugye a falugondok megoldotta azt, hogy valaki fölhasogassa ezt a tűzifát. Tehát tovább megyek, mondjuk téli időszakban elromlik egy gázkészülék, egy gázkazán, vagy amiben a fűtést végezzük, vagy bármilyen háztartási eszköz, nem biztos, hogy mindenki, főleg ugye azért a hölgyek többségben vannak a 65 év feletti korosztályban, nem biztos, hogy egyedülállóként ő éppen tudja, hogy ezt a kazánt hogy meg mind kivel kell megjavítani. Diszpécser központot föl lehet hívni, lehet ilyen típusú segítséget kérni. Ugye ami klasszikus élethelyzet, gyógyszerhiány, éppen abban a patikában nem lehet kapni azt a gyógyszert. Szintén a diszpécser központot föl lehet hívni, segíteni fog, hogy hol van az a patika, ahol az a gyógyszer elérhető, és még ugye azt is megkezdjük, hogy itt jön vissza az, hogy mondjuk a kontakt személynek jelzik, hogy ezek és ezek a gyógyszerek hiányoznak, legyen szíves beszerezni és fölkeresni a felhasználót, nagymamát, nagypapát, akinek éppen erre igénye van. De ugyanilyen szociális probléma, étkezéssel, élelmiszerhiány, bevásárlásban van probléma, akkor nagyon könnyen lehet a diszpécser központon segítséget nyújtani. Mi most már látjuk, tudjuk megszámlálni, összegyűjteni azokat a kérdéscsoportokat, amivel ugye a diszpécser központhoz fordulnak az idős felhasználók. Mondok egy konkrét példát, ugye nagyon sok esetben van házi állat kedvenc, kutya, macska, kinek micsoda az idős korosztálynál. És ugye, hogyha akár egészségügyi ellátás miatt hosszabb távra el kell hagyni az otthon bármi más miatt, akkor ugye, ha nincs kéznél, aki ezt az állatról gondoskodjon, akkor ugye jön a kérdés, hogy ki az a szervezet, ugye vannak civil szervezetek, állatvédő szervezetek, ahol ugye el lehet helyezni a házi állatot, meg lehet velük szervezni, hogy akkor az etetést meg tudják oldani. De most ugye ezekből a szervezetekből is rengeteg féle van. Viszont ugye van a kormányzaton belül, az állatvédelemért felelős kormány, biztos Ovádi Péternek hívják, ugye neki az a dolga, hogy a lehetőség szerint a legtöbb információt, legtöbb tájékoztatást eljutassa az állampolgárokhoz, hogy hogyan és miként lehet ebben a dologban segítséget kérni. Mi megkerestük őt, és kértük azt, hogy jelölje meg országos szinten, hogy mik azok a civil szervezetek, akikben ők tényleg megbíznak, akik ismerik, támogatást is nyújtanak egyébként ezeknek a civil szervezeteknek, és hogyha valamelyik felhasználó ugye azzal a
kérdéssel fordul a diszpécserhez, hogy szeretném a kutyámat valahol elhelyezni meghatározott időre, akkor ugye mi már fogunk tudni mondani olyan civil szervezetet az adott régióra, az adott területre lebontva, akikkel tényleges kapcsolat van, akik nem fognak meglepődni, hogyha utána nyilván a felhasználó fogja már fölvenni velük a kapcsolatot, megszervezni az állatnak az ellátását. De számtalan ilyen példa van, hogy mik azok a területek, ahol fontos információkat is meg lehet osztani a diszpécser központon keresztül a felhasználókkal. Ugye élethelyzetek, és ugye a legnagyobb segítség értelemszerűen az életveszélyes helyzeteknek a kezelése, ez a legfontosabb szerepe, a legnagyobb tudása ennek az eszköznek, hogyha bajba kerültem, életveszélyes helyzetben vagyok, akkor ezen a készüléken keresztül a lehető leggyorsabban tudok segítséget kérni. Itt két olyan felhasználó tudunk bemutatni, akikkel konkrétan megtörtént egy olyan szituáció, hogy az életük közvetlen veszélyben volt, és a gondosórán keresztül hívtak segítséget. Egyébként ők hozzájárultak ahhoz, hogy a arcukat videó formájában a történetet is ugye vissza tudják keresni az oldalunkon, meg tudják nézni. Nyilván tették ezt annak érdekében, hogy mindenkit buzdítsanak, és mindenkit arra késztessenek, hogy ez a gondosóra egy igenis jó szolgáltatás, és egy fontos szolgáltatás. Ugye az István felhasználó horgászásra indult el, a Sebes-Kőrös partján volt neki egy kis tégje, kora hajnal volt, vizes volt a fű, megcsúszott és belecsúszott a folyóba, egyetlen egy kézzel tudott megkapaszkodni faágba, tégbe, de bent volt már félig a vízben. Ugye ebben az élethelyzetben azért egy mobiltelefont előkeresni, kikeresni, egyáltalán az működik-e, tudjam, hogy milyen számot hívjak föl rajta, azért nem annyira életszerű. Pont a csuklóján volt ez a gondosóra, ezen keresztül kért segítséget, természetesen a diszpécser azonnal a katasztrófa védelmet értesítette, és akkor itt már mondok is egy nagyon fontos tudását a készüléknek, hogy hely meghatározásra képes abban az esetben, hogyha vészhívás kerül elindításra, minden egyes esetben elküldi a úgynevezett GPS koordinátákat a diszpécser központba, és ott a diszpécser egy térképen méterre pontosan látja, hogy hol van az illető, tehát hol van az, aki bajba került. Ugye nem kellett az Istvánnak elmesélnie, hogy most melyik stég, meg melyik oldal, ahol keressék. Ugye ezeket az adatokat a diszpécser közvetlenül ugye ilyenkor fölhívja a katasztrófa védelmet, a mentés irányítást, és megadta ezeket az információkat, úgyhogy rövid időn belül a segítségére siettek, úgyhogy ahogy szokták mondani, az ilyettségen kívül nagyobb baja nem esett az Istvánnak, a katasztrófa védők kimentették ebből a szorult helyzetből. Egy másik, teljesen másik életpélda, az Éva, ő cukorbeteg, sajnos ez a betegség, ugye szokták is mondani, hogy ilyen láthatatlan gyilkos, tehát eszméletvesztéssel járó állapotot tud okozni, teljesen váratlanul, ugye elveszti az eszméletét az, aki éppen itt a cukor leesése okán. Az Évával is ez történt, sajnos ő korábban ugye került olyan helyzetben, hogy több órán keresztül ugye földön feküdt, mire visszatér az eszméletből, akkor sem biztos, hogy el tud benni segítséget hívni, és ugye ennek a gondos órának, ugye őnek is volt már gondos órája, van egy olyan tudása, egy úgynevezett elesés érzékelő van a készülékbe beleépítve, tehát hogyha ő azt a mozgás, azt a mozdulatsort észlelje, hogy az elesésnél egy hirtelen mozgásváltozás, akkor automatikusan elindít egy vészhívást, ugye ebben az esetben is ez történt, elindított egy vészhívást, a diszpécser nem is tudott vele kapcsolatba kerülni, tehát azonnal a mentőket értesítette, és ugye a mentők rövid időn belül kiérkeztek és megmentették az Évát ebből az életveszélyes helyzetből, és tényleg hál' Istennek azóta is boldogan éli az életét. Hát ugye itt két olyan történet, köszönöm, ahol valós életmentésre került sor, de mutatunk képeken más példát. Ugye ahogy említettem, sok esetben fordul elő olyan eltévedés, most egyébként az, hogy én itt vagyok önök előtt, ennek két oka is van, az egyik az nagyon prózai, a másik az kicsit szellemesebb, itt Zalaegerszegen a Alsó-Erdei Élményközpontban volt a Gyalogló Klub, biztos valaki ismerik, egy országos szervezet, ugye a Monspart Salonta volt, aki annak idején ezt fölépítette, és tényleg viszik tovább ezt a fantasztikus lehetőséget, ugye időseknek lehet közösségben gyaloglást és programot szervezni, és velük már régóta kapcsolatban vagyunk, ahol ők előadást tartanak, mi mindig megyünk, és a gondosórát is népszerűsítjük, úgyhogy ugye itt voltam a szomszédban, a másik, hogy egész születési vagyok, úgyhogy a Egerbár név, az emlékszem, annak idején nehéz volt még gyerekként megtanulnom, hogy Egerbár
az van Egerben, de Egerben település még egy kicsivel messzebb az országban. No, tehát a viccet félretéve, rengeteg olyan élethelyzet van, eltévedés, ezért hoztam föl példaként, ez is megtörtént eset, kutyasétáltatás, de mondhatnék bombászást is, ugye most itt pont a gyaloglókkal beszélgettem, hogy kiváló bombák vannak itt az erdőben. Ugye el tudunk tévedni, sajnos, még hogyha valaki ismeri is, hogy járás keveredhet olyan helyre, és ugye azt meg már biztos vagyok benne, hogy önök is találkoztak olyan újsághírrel, ahol ugye hiába volt mobiltelefon annál, aki eltévedt az erdőben, ugye térerő nem volt, az erdőben azért ugye nem túl sokan laknak, fogalmazunk ki hivatalosan, úgyhogy nem minden területen van térerő. Ha valaki eltéved, akkor abból a helyzetből, hogy még próbálja segítséget hívni, ugye addig kell mennie, vándorolnia, még valahogy a mobil készülék működik. Ugye a polgármester úr is említette, ez a készülék Magyarország területén teljes lefedettséggel rendelkezik, tehát nincs olyan földfelszíni környezet, ahol ez a készülék nem működne. Tehát erdőben, bárhol eltévedés esetén, ez a hölgy is, aki egyébként mondom, kutyasétáltatás közben eltéved, gondos órán keresztül kér segítséget, nagyon rövid időn belül megtalálta a katasztrófavédelem, ugye a hely meghatározásnak köszönhetően, és azzal sem volt probléma, hogy térerőt kelljen keresnie. Ugye miért mondom azt, hogy teljes lefedettség? Ugye elsőre furcsán hangozhat, mert ugye a szolgáltatók már azt mondják, hogy mindenhol Magyarországon teljes lefedettséggel bírnak. Biztos, hogy itt Zalában is van olyan környék, ahol egy adott településen nem minden szolgáltatónak működik tökéletesen a készüléke, tehát ugye az egyiknek megy, a másiknak nem. Én tudok mondani, nem a földrajzi felkészültsége milyen fantasztikus, hanem amikor mi ezt elmondtuk, hogy mindenhol működik Magyarország területén, voltak, akik jelentkeztek, hogy vannak még olyan zsákfalvak, négy fő zsákfalvak Magyarországon, ahol egyáltalán nincsen térerő. Mindegy, ezeken a területeken is működik, kipróbáltuk, leteszteltük, Magyarország teljes területén működőképes a gondosóra. Az a egyszerű oknál fogva, hogy ez egy vészhívásra alkalmas készülék, minden tornyot szabadon használhat, ugye veszély esetén neki lehetősége van bármilyen módon pozíciót keresni egyébként. De majd mutatom is a készülék bemutatásán, hogy ennek van egy visszajelző kis funkciója is. No, ugye ahogy az én kollégáim megfogalmazták, ez a legjobb mondat, nincs olyan jelentéktelen probléma, amivel ne lehetne a diszpécser központhoz fordulni, tehát nem csak a legrosszabb esetekre kell gondolni, hanem bármilyen életvitel, amiben ugye problémát, hiányt észlel a felhasználó, nyugodtan lehet a diszpécser központot hívni. Mondok még egy nagyon aranyos történetet, fogalmazunk így elsőre, egy picit rémisztőnek hangzik, de a vége az nagyon pozitív. Volt egy idős néni, aki ugye családi házban egyedül él, és ugye látta, hogy a kerítés előtt ezek a házaló kereskedők jelentek meg, be is csöngettek hozzá, szerintem azért még itt ezen a vidéken is biztos, hogy lehet ezzel találkozni. És ugye egyedül volt, gondos óráján keresztül fölhívta a diszpécser központot, és azt mondta, hogy nem akar semmi más, csak hogy beszélgethessen valakivel, hogy ugye az hallatsz, hogy nem, nincs egyedül, nyilván lélekben is könnyebb, hogy valakivel párbeszédben vagyok, és ugye annak a tudatában, hogy a diszpécser ugye azonnal tud rendőrséget értesíteni, ha bármi komolyabb probléma lenne, ugye így beszélgetett a diszpécserrel, és ezek a hölgyek, urak el is mentek az ajtó elől, mert ugye nem, tehát meglepte őket, hogy nem egyedül van a néni. Tehát ugye arra mondom, hogy nem egy közvetlen életveszély, nem egy olyan helyzet, de nem is gondolnánk rá, hogy milyen jó szolgálatot tud tenni ez a készülék ilyen esetben is. Ugye a gyógyszerről beszéltem, elromlott autó, ez is megtörtént példa, hogy valaki elindult kórházi kezelésre, olyan területen romlott el az autója, ahol a közelben nem volt segítség, szintén a gondos órán keresztül hívta fel a diszpécser központot, megkereste az autómentőt, ugye folyamatos kapcsolatban van, lebeszélte, hogy hol van az úr, akinek segíteni kell, mikorra érkezik az autómentő, ez is egy olyan dolog, hogy komoly segítséget tud jelenteni. Nagyon szépen köszönöm. No, igen, ide jutottunk el, már többször el szerettem volna mondani, csak mondom egyszerűbb, hogy így a számokat látják is. Tehát ugye a 600 ezeres felhasználói körre vetítve átlagosan, tehát átlagosan egy nap a diszpécser központba hát több mint 3000 hívás érkezik be. Ezeknek szerencsére jelentős része téves hívás, ugye ezt is mondtam, van ez a két, hogy is fogalmazza, digitális technika vívmánya, az elesés érzékelő, meg ugye az, hogy egy gomb, egy viszonylag nagyobb gomb van a készüléken, nagyon könnyűen el lehet indítani téves hívást, tehát ugye olyan esetben is elindul a hívás, amikor nincs ténylegesen vészhelyzet, mondok egy konkrét példát, ugye az elesés érzékelőnek ez a mozgása, ez is tapasztalati tudás, megtörtént esemény,
Ha valaki a csuklóján hordja a gondos órát és kimegy kapálni a kertbe, akkor ez a típusú mozgás el fogja indítani a vészhívást. Egyébként a készüléken majd fogják is hallani, be is mondja pont ezért hangos szóval, hogy elindítottam a vészhívást, ugye tájékoztatja a felhasználót arról, hogy itt megindul a diszpécser központ értesítése, és meg is lehet szakítani ezt a vészhívást egy külön gombbal az eszközön, egy sokkal kisebb pici gombbal. De ha véletlenül erre nem kerül, és akkor be fog jelentkezni a diszpécser, el kell mondani, hogy téves hívás volt, nem történik semmi. A átlagos napi hívásokból egy másik nagy, hogyha tortát szeretnek, gondoljuk el, egy másik nagy szeret az, amikor ugye vagy a diszpécser tud közvetlenül segítséget nyújtani a felhasználónak, kikeresi a falugondokot, kikeresi a karbantartót, szerelőt, stb. De a másik nagy csoport, amikor ugye a kontakt személy kerül értesítésre, mert valami olyan típusú probléma van, amit a kontakt személynek kell jelezni, hozzon gyógyszert, látogassa meg az apukáját, mert éppen nagyon magányosnak érzi magát, bármilyen típusú helyzetben is ugye a diszpécser központ segítséget tud nyújtani, és ugye a legrosszabb, de közben ugye a legnagyobb segítség, az bizony az a 10-15%-a a hívásoknak, ugye itt az ábrán átlagosan egy ilyen 60-as számban föltüntetve, amikor a diszpécser központ a beérkező vészhívás, valós vészhívásnál azt érzékeli, hogy sürgősségi segélyhívó, tehát mentőszolgálat, katasztrófavédelem, rendőrség közvetlen értesítésére, azért hangsúlyozom, hogy közvetlen, mert volt ilyen típusú kérdés, hogy ebben az esetben a diszpécsernek külön kell, vagy a felhasználónak azt mondják, hogy legyen szíves fölhívni a rendőrséget, nem, maga a diszpécser lesz az, aki elindítja a vészhívást, és ugye el is kezdi tájékoztatni a központot, a mentés irányítást, ugye elkezdi kikérdezni a felhasználót, ugye megvan ennek a rendje, módja, szabályai, hogy mit érez, milyen fájdalom, stb. Ez egy fontos információ a mentő szolgálatnak. Tehát ugye ez a hívásoknak a 10-15%-a, amikor a sürgősségi segélyhívóra kerül szó. Köszönöm szépen! Ugye itt is számok, szerintem beszédesek a számok, ugye szokták ott mondani, hogy a tények makacs dolgok, meg a számok is. Tehát ugye ezek a számok a program elindulása óta összesített számokat jelentenek. Tehát több mint 850 ezer percnyi beszélgetés történt a felhasználók és a diszpécserek között. Több mint 500 ezer esetben került sor vészhívásra, ebben ugye minden típusú hívás benne van, és ugye mi hétköznapi esetnek hívjuk azokat, amikor kontaktszemély vagy diszpécser segítséget tud nyújtani, és ugye itt van, amit már azért tényleg próbálunk minél többször elmondani, és minél több helyen megosztani ezt az információt, hogy a gondosóra program az indulása óta több mint 10 000 esetben nyújtott tényleges életmentési segítséget, tehát amikor olyan szituációra került sor, legtöbb esetben, leggyakrabban ugye a mentőszolgálat az, aki segítséget tud nyújtani, de egyébként jut erre eszembe, ha valakit jól olvasnak, vagy szeretnek olvasni újságot, ugye április 5-én itt Zalaegerszegen is volt egy olyan helyzet, amikor a gondos órán keresztül hívott egy idős úr segítséget, és a tűzoltók és mentők közösen mentették meg az életét. Nem tudom, pontosan nem volt több a sajtóhírben, hogy mit történt vele, de a gondos óra volt az, amin keresztül a riasztás beérkezett. Köszönöm szépen! No, itt van a maga a készüléknek egy kinagyított képe. Hogy is fogalmazok? Én szeretek őszinte lenni. Tehát mi a felhasználókkal nagyon gyakran találkozunk ugye ilyen előadásokon, eseményeken. Meg szoktuk kérdezni, mi a tapasztalat, mi a vélemény magáról, az eszközről, a gondos óráról, a programról, és szerencsére azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, a diszpécser központból nincs vesztett hívás, minden esetben visszahívták azt, aki ugye elindította a vészhívást, megkérdezték, hogy mi lezajlott. Ugye szokott olyan kritika érni bennünket, hogy hát ez a készülék lehetne kicsit kisebb, mert éppen nem annyira kecses a dolga. Erre szoktam azt mondani, hogy ugye ebben a méretben hatalmas tudás rejtőzik. Egy a másik, ami egy nagyon prózai oka, hogy akkumulátorral működik ez a készülék, tehát ugye ennek a készüléknek a műszaki paraméterek, tehát ami alapján ugye ez tervezésre került, ez a készülék elvárás volt, hogy 2-3 napig egy töltéssel
üzemeljen, tehát ugye azért az akkumulátor mérete meghatározó. De ezen túlmenően, ugye ez a készülék ugyanúgy, mint egy mobiltelefon, ugye SIM-kártyával működik, ugye azt is el kell helyezni benne, és ugye itt látszódik az a rengeteg visszajelző fény, ami ugye egyrészt a térerőről, GPS helymeghatározásnak a jelzéseit mutatja, ami a hívás megszakító gomb, és akkor itt jönnek még azok a többlettudások, amik egy mobiltelefonnál nem fontosak, vagy nem így lettek kitalálva. Ugye a töltöttsége ennek a készüléknek is nagyon fontos, ha lemerül, akkor ugye hiába nyomkodjuk a gombot, nem tudunk segítséget kérni. Ezért a készülék, hogyha 30%-ig jut a töltöttsége, akkor élő szóval jelzi a felhasználónak, hogy töltést kér, tehát jelzi, hogy tegye töltőre. Egyébként azt bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan próbálja ki a töltéshez, a csatlakoztatást a készülékhez, sokkal könnyebb és egyszerűbb, mint egy mobiltelefonnál, mágnesesen csatlakozik a töltő feje és maga a készülék, tehát összepattan a kettő, nem lehet elrontani, mint egy mobiltelefonnál ezt a pici kis pöcköt keresgélem, hogy hová tegyem. Tehát tényleg ez is a gyakorlati egyszerű használatnak a dolga. De visszatérve a töltöttségre, hogyha hiába szól szegény gondosóra, hogy kérem tölteni, ezt a felhasználó nem veszi komolyan, és ugye tovább merül a készülék, a diszpécser központ minden egyes készüléknek látja a töltöttségét, és ugye 10%-os kritikus töltöttség alatt elkezd telefonálni a diszpécser is, vagy magára a gondosórán keresztül, vagy értelemszerűen, hogyha lemerülne a készülék, akkor vagy a mobiltelefonon, vagy asztali vezetékes telefonon, vagy a kontaktszemét értesíti arról, hogy tegye töltőre a készüléket. Jó, még egy nagyon fontos információ, ugye a sikeres regisztrációt követően minden esetben a Magyar Posta az, aki kiszállítja a készülékeket, tehát a postás lesz, aki házhoz viszi magát a készüléket, és ezzel kapcsolatosan egy fontos megjegyzés, sajnos érkeznek már visszajelzések, ugye csalások, minden sikeres programnál ugye előkerülnek a rosszindulatú emberek is, tehát vannak csalások, akik ugye amiatt jelentkeznek, keresik az időseket, hogy ők gondosórát hoznának ki, vagy gondosórát szeretnének ellenőrizni, egyiket se fogadják el, csak a postás az, aki ugye a készüléket kiszállítja, mi pedig nem ellenőrizik helyszínen sosem a készülékek működését, ezt ha muszáj, hogy bármi ilyen lenne, akkor telefonon fog az ügyfélszolgálat jelentkezni, nem kell őket beengedni. Jó, tehát ugye a beüzemelés, ez volt itt az előző képen még, ami nagyon fontos, megkapták a készüléket, akkor el kell indítani egy vész hívást, ugye ez lesz az aktiváló hívás, de ezt a Géza kollégámmal ki is fogják próbálni. Ugye még fontos, hasznos információ, pacemakerrel használható a készülék, tehát nincs semmiféle kizáró, akadályozó tényező, aki pacemaker mellett használja a készüléket, nyugodtan mehet. Vízálló a készülék, ütésálló a készülék, mi emiatt kifejezetten ajánlani szoktuk azt, hogy zuhanyzás közben használják, rengeteg háztartási baleset történik időseknél. Ugye a zuhanyzás fürdés közben bírja a készülék, nyugodtan lehet viselni, és ha véletlenül ugye gond van, elcsúszás, bármi, ne adj Isten, egy eszméletvesztés, akkor a készülék tényleg életet fog tudni megmenteni. Köszönöm szépen! És szerintem majdnem elértünk a végére, én ezt mindig, bármennyire is sietek, elnézést kérek, de majd nekem tovább kell indulnom, mindig mindenhol el szoktam mondani, a program hitelességét, a program valódiságát, a kezdeményezésnek tényleg a fontosságát és jó szándékát jelzi az a 20-valahány színész, ismert ember, aki teljesen ingyenesen csatlakozott a programhoz, ingyenesen adta az arcát, a lehetőséget, hogy ugye rájuk hivatkozzunk, kitegyük a képmásaikat, aki akkor alapján a programba csatlakozott, és ő meg is tette, csatlakozott is a programhoz. Szerintem le fog merülni ez a... Köszönöm. Köszönöm, mert kicsit furcsa volt, hogy hol hallom magam vissza, hol nem. Tehát ugye ők azok az emberek, akik ingyenesen a program népszerűsítésében részt vesznek, büszkék vagyunk rájuk, és tényleg azt tudom mondani, van közöttük fiatal idős is, hogy teszik ezt annak érdekében, hogy minél több ember buzdítsanak arra, hogy vegyék igénybe a gondosóra program szolgáltatásait. Ugye Facebook csatornán és YouTube csatornán is fönt vagyunk, idősek használják is ezeket a csatornákat, mindig föltesszük a friss információkat, életmentéseket, akik ugye hozzájárulnak, hogy ezt megosszák velünk mások okulására, úgyhogy kövessék, akinek van ilyen készüléke.
És ami talán még egy fontos információ, és eljöttek, akkor meg is osztom önökkel, hamarosan lesz egy applikációja is a gondosóra programnak, tehát mobiltelefonon, okostelefonon elérhető lesz a május-június környékén, tehát nem a távoli jövőben, hanem viszonylag most már éles tesztelés zajlik az applikációnak. Ugye ez nyilván a hozzátartozóknak, felhasználóknak, de inkább a hozzátartozóknak egy segítség, hogy nyomon tudják követni a vészhívásokat, stb. Információkat tudnak kapni. Ugye ez a záró oldal, itt szoktam megköszönni az önök türelmes figyelmét, és ugye itt van minden információ még összesűrítve, tehát ugye mik azok a feltételek, ami alapján regisztrálni lehet, és mik azok a felületek, mik azok a csatornák, ahol telefonon és elektronikus formában is tudnak regisztrálni. Én megköszönöm az önök figyelmét, és tényleg vigyék a jó hírét a gondos órának, és közben én el is búcsúzok önöktől is, meg a televízió nézőktől is, és még egyszer ne felejtsék, hogy segítség egy gombnyomással. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattuk. Dr. Juhász Olandának, titkár úrnak köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok információval lettek gazdagabbak, nagyon bízom benne. Hölgyeim és uraim, illetve hát együtt látok valahol, vagy nem tudom. Igen, hát hölgyeim, ismerik önök Csőde Gábort? Színművész, és nagyon-nagyon jó szinkron színész. Ő most meghoz velünk egy nagyon különleges, hát idézőjelben különleges élményét, fogadják szeretettel. Édesapám egy nagyszerű ember volt, egyedül volt már, mert az édesanyám is elment, és nagyszerű, tulajdonképpen jó egészségnek örvendett a maga 80 évéhez képest. És ha talán, ha lett volna egy ilyen okos órája, akkor még mindig itt lenne közöttünk, és ebben egy picit én is hibás vagyok, és azért is merem elmondani, mert okulásképpen másoknak. Ugyanis az történt, hogy az édesapám, tehát volt éjjel 12 órakor egy telefonhívásom, amikor egy színész, egy ismert ember, uram, bocsánat, nem biztos, hogy fölveszi a telefont, pláne, hogyha nem jelzi ki azt, hogy ki az a szám. Volt 2-kor is így ilyen hívásom, és álmomban elő meg nem fordult, hogy ez bárki lehet az én hozzátartozom közül. Őszintén szóval szoktak zaklatni illuminált állapotban emberek. De viszont amikor már hajnal 5-kor is volt egy hívásom, és rögtön utána a feleségemet is hívta egy ugyanilyen ismeretlen jelzés, tehát nem volt szám, valószínűleg vonalasról hívott, akkor mondtam a feleségemnek, hogy vegye már fel a telefont. És az édesapám volt. És aki azt mondta, hogy rosszul van, és ő 12-től volt rosszul, és volt kvázi 5 óra, ami úgy telt el, hogy mi nem reagáltunk. Édesapámnak lemerült a kártyájáról a lehetőség, hogy ő a saját telefonjáról hívjon, ezért egy vonalas számról hívott, ami viszont nem jelezte ki. Most ez egy olyan malőr, amire az ember csapkodja a fejét, de azóta is bennem van a tüske, hogy az az 5 óra, az egy komoly hiány. Tehát, hogyha az édesapámnak lett volna egy ilyenje, akkor megnyomja ezt a sárga gombot, mert le van merülve a telefonja, vagy mert nem tud hívni, vagy mert nincs térerő, vagy mert akármi van, vagy mert éppen pánikba esik, és gyors gomb nincs a telefonján. Bejelentkezik a diszpécser, megkérdezi tőle, hogy mi van. Itt beszél vele, nem a telefonján, mert lehet, hogy a telefonját nem is találja. És akkor már a diszpécser hív engem, hiszen ha tudom, hogy az édesapámnak van egy arról, és tudom, hogy van egy diszpécser, az biztos, hogy egy olyan számról fog hívni, amit esetleg tudok, ismerek, ráadásul megvan a kontakt, tehát gondolkodom vele. Akkor talán ez nem történik meg. Okulásként mondtam el, nem kellett volna elmondanom feltétlenül, de egyébként milyen szép az alakja, és olyan, mint a csepp, olyan, mint egy csepp segítség. Hát azt gondolom, Csőde Gábor megérdemel egy tapsot, majd átadjuk neki ezt a információt. Köszönöm szépen!
Én is mindig elmondom az előadásokon, hogy a mi kollégáink, a kommunikációs csapat mindent megtesz azért, hogy önökhöz a gondosóra információ eljusson, és hogy minél többen regisztráljanak, hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy önök biztonságban érezzék magukat, és tényleg a segítség egy gombnyomással történik, úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy mindenképpen regisztráljon, mert ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Szóval, mint ahogy említettem, van egy kommunikáció csapatunk, mi kommunikálunk, videókat készítünk, de van egy nagyon kedves kollégánk, aki viszont énekelés. És majd meg fogják hallani, hogy milyen fantasztikusan énekel. Akkor most hívom ide az alkalmi színpadra Hoffmann Rihárdot. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm önöket! Szeretnék kedveskedni önöknek pár dallal. Egy dalcsokort hoztam önöknek. Olyan dalok vannak, amit remélem, hogy biztos ismernek. Egy budai egyveleg, amiben például az a dal is megtalálható, hogy legyen a horvát kertben, Budán. Vagy jöjjön ki, Budán. Vagy János legyen fent a... akkor mindet ismerik. Akkor énekeljék is velem, jó? Jó hangosan indulhat is a zene. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után. Kiszól a színkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben Budán, szóval este fél nyolc után. Mikor az első csillag kirúg, kicsike babán hozzám sikul. János legyen, fent a János hegyen, estére oda várom. János nekem, ne a János legyen, mert én azt ki nem állom. Jaj, Jani, szeretném, szerelme, csak ez a... János legyen, fent a János hegyen, estére oda várom. Jaj, Jani, szeretném, szerelme, csak ez a... János legyen, fent a János hegyen, estére oda várom. Hívtem a várom a nemzeti nél, ott, ahol a hatos megáll. Szemben az elkezik áll a zenél, ha nem jön el szívem, de fáj. De ott lesz, de sem vagy, hisz ránk egy icike, icike mozivár. Én azért hívtem a várom a nemzeti nél, ott, ahol a hatos megáll. Hiszlánk egy icike, picike, mozivár. Én ezért hívtem a várom a nemzeti nél, ott, ahol a hatos megáll. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, te csuda volt. Mennyi korogtak a kerekek, felettünk nevetett a teli hol. Miközben a lovacskák bankokolt, hogy Budává eloltott a végű majd. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, te csuda volt. Miközben a lovacskák pandukoltak Budánál, eloltott a végű ajtott sovárfát. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, te csuda volt. Jöjjön ki, ó Budára, egy jó túró csutára. Az abrosztárka barka, és rajta
vágyom rá. Önök jönnek, jöjjön ki! Egy jó túron, a kertenysébe, csak és ott lehet csak. Az apró sztárka barka, s rajta jók a márka, s már az első csók után, meglátja te, hogy lesz kintodán. Nagyon szépen köszönöm. És hát a következő dal, amivel búcsúznék, az a cintányíros Cudarvihár lesz, a Mágnás Kiskából. Kollégáink vannak nekünk, úgyhogy szerintem a hölgynek is, és Ricsinek is egy tapsot még. Köszönöm szépen! Drága hölgyem, ön azt mondta nemrég, hogy önnek van egy gondos órája. Ki tetszik ide az alkalmi színpadhoz jönni mellé? Én meg otthon hagytam. Köszönöm szépen! Tessék ide jönni mellé, és legyen kedves bemutatkozni. Kövéresi Mosné. Ili? Igen. Kedves Ili, akkor ezt a gondos órát még nem tetszett, akkor ezek szerint beüzemelni. Akkor most ezt megtehetjük? Igen. Nagyszerű. Ugye itt van ez a sárga gomb, ezt tetszenek látni. Ezt a gombot 3-4 másodpercig meg fogjuk nyomni. Kedves Ili, legyen kedves 3-4 másodpercig a gombot egyfolytában megnyomni.
Tehát a riasztás elindult, a bal felső gombbal megszakíthatja. Bejelentette, ami azt jelenti, hogy most nem szakítjuk meg. Ugye most egy rezgést érzünk. Igen. Jó napot kívánok, én Jó Géza vagyok, a Kormányzati Szolgáltató Központ marketing és kommunikációs vezetője, és most egy előadáson vagyunk, és egy kedves hölgy, aki majd be fog mutatkozni, szeretné elindítani a hívást, pontosabban a teszthívást elindítaná, úgyhogy én át is adom neki a mikrofont és az órát. Igen. Kőmihás Vilmos Zoltánné, Varga Ilona. Van esetleg második neve is? Terézia. Nagyon szépen köszönöm. Mi az ön pontos lakcíme? Irányítószámmal együtt? 8913, Egervár, József Attila út 111. Nagyon szépen köszönöm. Illetve mi az ön telefonszáma? Egy vezetékes számban nekem meg. Nagyon szépen köszönöm. Most már aki a pontos órája. Köszönöm, viszontlátásra. Köszönjük szépen a diszpécser szolgálatnak, már is visszaadom a kedves hölgyet. Tehát ennyire egyszerű a beüzemeltetése. Tehát meg kell nyomni azt a sárga gombot, 3-4 másodpercig, majd azt követően 15-20 másodpercen belül jelentkezik a diszpécser. A diszpécsernek nyilván el kell mondani azt, hogy ki a gondosulnak tulajdonosan, és ettől a perctől kezdve el lehet mondani a problémát. Kedves hölgyem, nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítségét, és most már bármikor tudja használni az órát, tehát az elmondottak szerint kell eljárni. És amiért ennyire bátor volt, és nagyon ügyes volt, megkérem a kolléganőmet, hogy egy ajándékcsomagot szíveskedjék átadni önnek, tessék kijönni érte, illetve egy esernyőt is, mert hát lehet, hogy mostanában fog esni az eső, úgyhogy használja egészséggel, és köszönöm szépen. Köszönjük. Egy nagy tapsot a hölgynek, mert megérteni. Bátor volt, és ide kijött az alkalmi kis színpadunkhoz. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ismerik-e, de nagyon bízom benne, hogy ismerik Dévai Nagy Kamillát. Ő egy fantasztikus művésznő. Ő egy különleges dalt készített a gondosórának. Fogadják szeretettel. Ide figyelj! Jutott eszembe valami. Küldöm a korosztálynak. Szuper. Tudod, nem rossz évjárat a 70. Te is biztos lehetsz ebben, hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel 70. Figyelj, pajtás, ketyeg az óra, minden nap úgy térsz nyugovóra, hogy eltelt megint 24 óra, rá sem mersz nézni a mutatóra. Ketyeg az óra, bizony testvér, megint egy évvel öregebb lettél, de nem tudják azt a fiatalok, miért jó az, hogy 70 vagyok. Tudod, nem rossz évjárat a 70, te is biztos lehetsz ebben, hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel 70. Három gyermek kacag le rám,
nem csaphat a bánat le rám. A gyermekeim, gyermekei ők, tőlük kapok lelki erőt. Tőlük kapok mindig bíztatást, náluk látom én a folytatást. Tudod, testvér, ez a nagy csoda, ha rád nevet a most már 6 unoka, mert annyi van. Tudod, nem rossz évjárata 70. Te is biztos lehetsz ebben, hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel 70. Hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel 70. Hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel 70, 80, 90, 100. Ez a gondos óra, ez szeretetet jelent, megbecsülést jelent, méghozzá nekünk, időseknek, akik végig dolgoztuk az életünket.